Ez a kiállítás úgy jött létre, hogy a Mácsafe zenekar megkeresett, hogy helyszínt keresnek ahhoz az előadáshoz, amivel népszerűsíteni szeretnék a költészetet a zenén keresztül, Szilágyi Domokosra érezve, és akkor azt mondtam, helyszín, akkor a helyszín legyen helyszín, és csináljunk egy Szilágyi Domokos kiállítást. Hegyek, fák, füvek, ágak, harag zöld, azúr menny, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimben látlak szelíden borítani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokösvények, farkasszagok, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű lombalomtak. Két dolgot mondok el, személyeset, amit én megértem Szilágyi Domokos körül. Az egyik az, hogy volt alkalmam ismerni is, de gyerekként költőnek is készültem és imádtam, tehát nagyon felnéztem rá. És katonaságban voltam, amikor jött a hír egy kis képeslapon, hogy meghalt, és nagyon megrázott. És ugyanennyire megrázott az, amikor kiderült, hogy beszervezték, és ügynök volt. Az a hír volt a másik. És nagyon nehéz feldolgozni, valószínűleg nem csak nekem, hanem másoknak is ezt a kettősséget. Sóhaj a vers, indulat a magasság. Sóhaj a mélység, indulat a költemény. S megyünk, meg megszökkenve, hogy bukdácsolva, s hétrét kiegyenesedvé, derékfájással, magas vérnyomással, bokas ülyedéssel fizette meg az árát, hogy nem négy kézláb járunk. S öregszünk. Születnek új halottaink, nincs vége, sosincs a bőr. Fiaink, unokáink mind több panaszt, s mind több reményt örökölnek. Ugyancsak egy ismeretlen 20. századi költőnél olvasom-e négy sort. Szégyen a szó, ha nem vigasz. Szégyen a vers, ha nem igaz. Igaz vagyok, s szégyentelen, akár csak a történelem. Ez a kiállítás egyfajta párbeszéd lehetőségének a határait feszegeti, hogy hogyan lehet a költői nyelvet átvinni egy vizuális nyelvbe. Abból a szempontból is érdekes, hogy egy generációkon átívelő kiállítás, igazából egy párbeszéd. A belső teremben ott vannak a Plugor Sándor munkák, aki Szilágyi Domokossal kortárs volt, egy generációból valók voltak, jó barátok. A külső teremben pedig fiatal képzőművészeknek a munkái. Nagyon érdekes a kiállítás ebből a szempontból, hogy hogyan dialogizál ez a két terem. A külső munkáknak a technikai sokszínűsége, mondjuk úgy, hogy sokkal könnyedebb a Plugor Sándor munkáinak az egyszerű komorságával. Az itt kiállított Plugor munkák igazából egy sorozatnak egy része, amely sorozatot 60 és 64 között rajzolt meg, a kökösi öregekről. Abban az időben ez volt az egyik kedvenc témája. Kökösi lévén a szüleit és az ott lakókat számtalanszor megrajzolta. Úgy is mondhatnám, a mindenki öregségét megrajzolta. Ennek az az oka, hogy a szülei idősek voltak, amikor ő született. Édesapja 48 éves volt, és nem is ismerte az édesapját csak 53 éves korától, mert a II. Világháborúban 5 évet volt a fogságba is, és a háborúba is, mikor hazaért, akkor már 53 éves volt. Sándor egy idős szülőknek a gyermeke lévén
körülvette őt a falunak az a része, az előregedő kökös. Ezek a rajzok mennyire értékesek. Mindig elmondta nekem, hogy, és másoknak is, tehát le is írta, hogy tudja, hogy ezekkel a rajzokkal ő elérte azt, amit hát még 23 éves volt, amit ő fiatalon elképzelt. Ebben az időben, ez 1966-ban ma volt pontosan, még azt is tudom, hogy novemberben történt. Szilágyi Domokos feljött a műtermünkbe, Brassóban is volt műtermünk, és megmutatta ezeket a rajzokat Sziszinek, és nagyon megszerette a rajzokat. Na most itt megint van egy érdekes történet, ami már történelem. Nem tudjuk pontosan, hogy ki volt az, aki elhatározta akkor, hogy írjunk könyvet az öregeknek. Sokszor beszéltek róla, és már a 70-es évekbe vitt el a rajzokat, amikor kiválasztott 20 rajzot. Ő választotta ki azokat a rajzokat, és ezekhez a rajzokhoz írta a verset. Az az érdekes, hogyha elolvasok Sziszinek, elnézést, hogy Sziszt mondok, mert közeli barátságban volt Sándor Szilágyi Domokossal, és így szólítottuk, hogy tehát ő is aggódott, hogy nem fogja megközelíteni ezeket a rajzokat, mert az ő világa, és ezt is elmondta többször, az ő világa egészen, habár ugyanabban a generáció és ugyanaz az a kor, de az ő világa teljesen más, mint a Pöső világa. Tehát ő nem biztos, hogy ezeket a rajzokat úgy fogja megközelíteni az ő versében, ahogy amit Sándor próbált elmondani az ő rajzaiban. Ez a feszültség megvan a könyvbe és a rajzokba. Pöső nem ismerte a verseket, csak azután ismerte meg, miután az Utunkba megjelent rajzok nélkül. És Szilágyi Domokos úgy szerette volna, hogy betegyenek egy-két rajzot, mert az Utunkban megjelent az egész az öregek könyve, és rajzok nélkül, akkor felhívta Sándor telefonon, hogy ez nem az ő ötlete volt, és ő nem akart vele így kitolni, ezt a szót használta, de nem tudom, hogy ez most én is használhatom ezt a szót, mert ő megkérte a szerkesztőt, hogy tegyenek be egy pár rajzot, de nem tették be. Pöső akkor találkozott tulajdonképpen a verssel, és olvasta el egy szuszra, hogy így mondjam, hogy nem azt is mondhatnám, hogy először nagy hatással volt rá, utána pedig visszahúzódott, tehát nem tudta még, nem tisztázta magába, hogy tehát nem beszélte meg velem, hogy ő akkor még hogy viszonyult a vershez. Visszahúzódott, és azt mondta, hogy neki ez meg kell érjen, ez a dolog még, ez a, és többször el kell olvasni, és akkor majd beszélgetünk róla. Na most, akkor történt egy tragédia utána, egy szörnyű tragédia, hogy Sziszt öngyilkos lett, és akkor az egésznek egy olyan más, szóval minden úgy megváltozott.
történt ez a szörnyű dolog, és Mária felhívta Sándort, azután ő a műteremben megfestette ezt a képet. Ennek a képnek is a története nagyon érdekes, mert egész alakost akart festeni. Meg is kezdte az egész alakost, van is róla egy fotónk, hogy ezt a bukást, ezt a szörnyű, még drámaiban volt a vázlaton, még drámaibb. Egy nagy méretű képet akart festeni, egy 2 méterszer 1,5 méteres képet, és ennek a vázlatát el is készítette a nagy vászonra. De annyira fájdalmas és drámai volt, hogy amikor én megláttam és mondtam, hogy azért ez talán mégis, és akkor ő elhatározta, hogy nem festi meg csak a portré részt és a mellkast, ami ennyire furcsán néz ki, és tényleg a hivatalos komponálásnak pont ellent mond, de így érezte igaznak. Művészek, akik kiállítottak, Csillag István, Péter Eszter, Kolumbán Hanna, Ferenc Zoltán és Sipos Gaudi Tünde. Hát igazából itt egy olyan generációról van szó, akik azt a világot, amelyben élt Szilágyi Domokos és Plugor Sándor, kevésbé ismerhették meg, legfeljebb a szüleiknek az elbeszéléséből, és érdekes, hogy hogyan értelmezik az abból a világból született költészetet. Pár művésszel beszélgettem, akiket úgy ismerek valamennyire, és a munkájukat is, és akkor úgy beszéltem a témáról, hogy esetleg érdekelnie, vagy milyen hozzáállásuk van, lenne kedvük ebben a témában alkotni. És aki azt mondta, hogy igen, és úgy persze tudtam, hogy ki milyen stílusban dolgozik, hogy akkor úgy összesen el tudtam képzelni, hogy ebből mit tud kisülni. Az elején izgultam, mert ugye én se tudtam, hogy konkrétan milyen munkák fognak érkezni, és úgy volt egy elképzelésem, de hogy persze, hogy nem az, mert ilyenkor nem tudom én kitalálni, hogy ki mit fog gondolni, és mit fog alkotni. És akkor hát Vécsi Nagy Zoltán sokat segített a művek elhelyezésében, és aztán végül így összeállt, meg voltunk elégedve. A kinti teremben látható munkák inkább mondjuk amúgy, hogy lirikusabb hangvitelűek, és a Szilágyi Domokos verseinek egy ilyen idealisztikusabb, idillikusabb vonatkozatát hozzák le. Például Kolumbán Hannának van egy nagyon szép installációja, amely tipikusan a nő művészet irányába halad. A témaválasztása, akár csak az anyag használata ugyanúgy, szimbolikus anyagokat használ fel. Nagyon érdekes Kolumbán Hannánál a munkának a cím választása is, hiszen ő egy közvetlen dialógust indít Szilágyi Domokossal, és a munka mellett látszik egy Szilágyi Domokos idézet, és rá egy válasz Hannától, és ugyanúgy váltogatják egymást, dialóg a párbeszédnek ezek a részei, és ebből a párbeszédből emel ki kulcs szavakat, amely kulcs szavak az installáció részleteinek a címeit adják. Ugyanúgy Péter Eszter munkája is nagyon lirikus és érzékeny hangvitelű. Hát ő mélyebb dimenziókat céloz meg, a munkáknak a címe a lelkek kapuja és lelkek csomagban, és igazából egy olyan világot tár elénk, egy
olyan örökké valóság felé irányítja a nézőnek a figyelmét, ahol eltűrlődnek a földi létnek a gyarlóságai, és talán lehetőség nyílik az emberi kapcsolatoknak egy tiszta és méltóságteljes visszaállítására. Olvastam egy pár verset is, de valahogy úgy összesen inkább ez fogott meg, ez az ellentét a kettős életben, úgy gondoltam, hogy ilyen nagy ellentét a kétféle gondolatmód között biztos eredményez egy ilyen nagy belső vívódást, és azért is van az egyik munkám ilyen nagyon steril, a másik meg ilyen szúrósabb, tüskés. Ez a kedvesebb, jámborabb, hogy gyerekverseket is írt, meg ilyen nagyon tiszta, lelkületű versei vannak, meg ez a, mit így mindenki kicsit így emleget, hogy a besugó múltjáról, amiben úgymond így elárulta a barátait, vagy úgymond így lelkeket ajánlott fel csomagban, azért van ez a cím. Sipos Gaudi Tünde gyönyörű érzékeny vonalvezetésével a létnek egy hálóját szövi meg. Maga a munkának a címe is önmagáért beszél. Szilágyi Domokos idézeteket használ fel a munka címére. Az ember úgyis sokat tűr el, míg végül megbékél az űrrel. Amikor Eszter szólt, Péter Eszter, hogy vegyek részt a kiállításon, kicsit gondolkodtam rajta, de végül örvendek, hogy részt vettem. Közelebb kerültem a verseihez is, Szilágyi Domokosnak, és jó, hogy egy csoportos kiállítás is, meg hogy Krugor Sándorral kiállítani. Ez egy megtiszteltetés. Ugyanaz tanárom is volt, hogy egy igazi megtiszteltetés volt számomra. Elolvastam a verseit, egy jó pár versét, és akkor úgy leálltam ennél a versnél, aminek a címe a Horror Vakui. És két sor nagyon megragadott belőle, és ezek is lették az én munkámat. Próbáltam nagyon minimális látásmódban kifejezni azt, és ez volt, ami így elindított a munkáim folyamatát. Zoltán ugyancsak reflexiókkal Szilágyi Domokos versekre, Csiribiri Balcer, Óceán megalkuvás címeket adta a munkáinak. Ő a végtelenségre reflektál, ebben az esetben az emberi mohóság meg kapzsiság végtelenségére is. Alapszíneket használ, arany, metalizált kék, látszólag fekete, ami igazából a piros-fehér és kék színeknek a keverékéből jön össze, és erős, markáns színeket spaklival viszi fel a vászonra. Csillag István munkái érzékenyek, a technikai megvalósítás szempontjából roppant összetett és komplex
technikát használ. A munkáiban megtalálhatjuk a festői elemeket, ugyanúgy a kaligráfia és a rajz kombinálásából. Misztikus dimenziókat sejtetnek, hiszen az Egységben című munkája első látásra a torinói leplet sugallja a nézőnek. Engem az életem során hogy végig kísértek a versek, és illusztrátorként, mivel már évek óta ezzel foglalkozom, ezért mindig is kapcsolatban álltam a költészettel is, az irodalommal úgy folyamatosan, és Szilágyi Domokos is azok közé, a költők közé tartozott, akit szerettem és akit olvastam. Tehát ez nem egy ilyen pillanatnyi nekirugaszkodás volt, hanem a hosszú évek során kialakult vonzódás ehhez a fajta költészethez. Mondhatnám azt is, hogy ha nem is ennyire szomorkásan, de a Szilágyi Domokos gondolkodásmódja, a kontemplatív ránézése az életre, az valahol rokon az én gondolkodásmódommal. Tehát ilyen szempontból azonnal kapcsolatot találtam a munkáim és közötte, holott nem célszerűen pontosan erre a kiállításra készültek a munkák, van egy régebbi munkám is, és egy új, egy idéni munka, de viszont a kapcsolat úgymond létezett mindig is. Érzéseknek, alapéletérzéseknek a megfogalmazására törekszem, meg ami úgy gondolom, hogy most hiányzik is a mai életritmusból, tehát azt próbálom behozni a munkáimba, ami hiányosság az embereknek, hiányossága, és a képzőművészetben is talán lehet, hogy egy olyan irány, ami kevésbé aktuális, tehát hogy az egységet, az összevonást keresem a széthúzás helyett. Fönt már csak csonk a holdon.